a kommunizmus áldozataira emlékeztek. Egy új oktatási programot vezet be az ötös iskola. Aki időben fizet, tovább csökken a kommunális adója. Jó estét kívánok! Akik nem hagyják magukat félrevezetni, azok a mindennapi hősök. Erről beszélt Horváth Richárd polgármester a kommunizmus áldozatainak emléknapján. Hangsúlyozta, azért kell emlékeznünk, hogy soha többé ne történjen meg velünk a kommunizmus tragédiája. A kommunizmus áldozatainak emléknapján az újhatvani Szent István király plébánia templomban tartottak megemlékezést. Horváth Richárd 60 polgármestere leszögezte, hogy azokról a mindennapi hősökről is szól ez a nap, akik nem hagyják magukat félrevezetni az európai média szél által felvert, szemet homályosító porhintésben. Mert erős hittel és meggyőződéssel vallják, hogy amit tesznek, azt nem magukért, hanem egy közösségért teszik. Itt, ahol a hívek fejet és térdet hajtva veszik magukhoz az áldozati ostját, ahol az igen szónak súlya és ereje, az ámennek következménye van. Aki itt áll, az nem játszhat saját szavának hitelével. És talán éppen ezért fájt annak a rendszernek annyira, hogy Isten szolgái nem voltak hajlandóak térdet hajlítani előttük. Vincenti József, Apor Vilmos, Péteri József, vagy éppen hírunk névadója, a hatvani Meszrényi Zoltán püspök, és még itt kell megemlítenem Lukács Pelpárt atyát, illetve Krisztián Rafael atyát, de még sorolhatnám sokáig. Nem voltak hajlandóak a rendszert szolgálni, a hazugság tanait terjeszteni, nem voltak hajlandóak a gyónási titkot kiszolgáltatni, mert tudták, hogy mikor van ideje a hallgatásnak, és mikor a szólásnak. A polgármester rámutatott, hogy azért kell emlékeznünk, hogy soha többé ne történjen meg velünk a kommunizmus tragédiája. A Szentmisét Bokros Levente atya celebrálta, elmondta, hogy a jelenkorban nem érthetjük meg igazán, hogy mit jelent a kommunizmus. Bokros Levente arra utalt a misén, hogy akik rosszat akarnak és ártanak, csak akkor érik el céljukat, ha álmainkban is tudnak kísérteni. Ha nem álmodunk róluk, nem győzhetnek. Közösen kell egymásért küzdenünk, és nem ellenük, vélekedett. Ez a sátáni arc nem győzhet fölöttünk. Nekünk értünk kell egymásért küzdeni, nem pedig ellenünk. Mindegyik őtöknek igaza lehet. Ne engedd, hogy győzzön feletted. Ne engedd, hogy a tudatodat jobban elvigyed, mint ahogy a családodat szereted. Ne engedd, hogy többet foglalkozz vele, mint amit megérdemel. Az emlékezők a mise után megkoszolúzták a templom falán található emléktáblát. Szabó Zsolt a térség országgyűlési képviselője nem vett részt a városi megemlékezésen, koszorúját egy korábbi időpontban helyezte el. 60 nevében Horváth Richárd polgármester koszorúzott. Új oktatási módszert vezetnek be az ötös számú általános iskolában. A jénaplán oktatás lényege, hogy a diákok saját képességeik és szükségleteik szerint sajátítsák el az állami tanterv szerint előírt tananyagot. A Németországból indult reformpedagógiai módszert, a jénaplánt, már az ország három iskolájában vezették be, ahol a gyermekek és szülők tetszését is elnyerte. A módszer alapvető lényege, hogy a gyermekek fejlődését helyezi előtérbe, és arra épít, hogy minden gyermek szükségletei szerint tudja elsajátítani a tudást. A tananyagot életterületek köré szervezi, és ritmikus, heti tervben dolgozza fel a tanulnivalót. Így a napokat beszélgető körrel indítják a tanulók, amit egy differenciált tevékenység követ, végül a nap zárásaként záró beszélgető körben mondják el a nap tapasztalatait. Tudásuk szintjéről szöveges értékelést kapnak, ezen keresztül a tanuló megtudja, melyek azok a területek, amiben kiemelkedő, és melyek azok, amiben fejlődnie szükséges. A gyermeki logikára épít, és életszerű példákon keresztül sajátítják el a lexikális ismereteket. Nem tagolja annyira részelemekre a tananyagot. Tehát nincs az, hogy magyar óra van, vagy írásóra van, vagy olvasásóra van, vagy matematika, hanem azzal foglalkozunk, mondok egy példát, azzal foglalkozunk, hogy víz.
És a víznek rengeteg olyan vonatkozása van, amelyik az anyanyelv tanulásához kapcsolódik. Tehát arról tanulunk, hogy víz a versekben, víz a természetben olyan értelemben, hogy hogyan tudunk arra jelzőket mondani. Van olyan, ami természettudományos ismereteket, tehát tulajdonképpen ismeretek is kapcsolódnak hozzá, hogy természettudományos. Tehát, hogy a víznek vannak különböző formái, különböző halmazállapotai, akkor ezt is megtanuljuk. Ginzli Lajosnyi, az 5-ös számú általános iskola igazgatója azt mondja, felmenő rendszerben vezetik majd be a Jénaplán módszert, mely a 2016-17-es tanévben indul az intézményben. A 2016-17-es tanévtől szeretnénk bevezetni a Jénaplán módszert a 65-ös számú általános iskolában, természetesen alternatívaként. Szeretnénk két osztályt indítani a jövő tanévben. Az egyik osztály az a hagyományos módszerekre épülne, a másik osztály pedig erre az alternatív reformpedagógiára, a Jénaplánra. Hozzátette, több szakmai napon is részt vettek a pedagógusok, ahol gyakorlatban is láthatták a módszer működési elvét. Dr. Kopperika pedig a szülőknek és pedagógusoknak előadást tartott a Jénaplán lényegéről és a gyakorlatban való használatáról. Nem iskolait mondok, hanem inkább 17%-kal csökkent azoknak a magánszemélyeknek a kommunális adója, akik szelektíven gyűjtik a hulladékot, amennyiben legkésőbb március 31-ig egy összegben befizetik adójukat, további 10%-os kedvezményre jogosultak. A csökkentett adóról szóló határozatokat 2015 őszén kézbesítették az adózók részére, a napokban pedig már készhez vehetik azokat a leveleket, melyek már automatikusan tartalmazzák a 17%-os kedvezményt. Ezekben az értesítőkben már a csökkentett összegű adó szerepel. A befizetést azt 10%-kal lehet csökkenteni, abban az esetben, hogyha valaki az egész éves összeget március 31-éig feladja. A 10%-os kedvezmény érvényesítése esetén az értesítő mellékletét képző üres készpénzátutalási megbízásokat március 31-éig szükséges postára adni, a csökkentett összeggel kitöltve. Ma este 7:30-tól szezonzáró jégdiszkó lesz a 60-i jégpályán. A hétvégén szombaton napos idő várható, vasárnap azonban megvastagszik a felhőzet és egy-egy zápor is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet plusz 1 és mínusz 5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 9 fok között valószínű. Kedves nézőink, Önök a híradót látták, most a riporter következik, ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!